Ebben a videóban egy részletet láthattok George Bush 2001. január 20-ai elnöki avatási szertartásának beszédéből. És azt javaslom mindenkinek, hogy figyeljen nagyon oda arra, amit hall, ugyanis szerintem ez egy nagyszerű, hanem az egyik legnagyszerűbb példája annak, hogy ezek az emberek hogyan is kommunikálnak, és hogyan is verik át az egész világot. Az, aki azt gondolja, hogy ezek ostobák, bohócok, vagy idióták, az maga az. Hiszen nem érti meg azt, hogy ezek az emberek intelligensek, egész életükben erre készültek, ilyen szellemiségben nevelkedtek, és pontosan tudják, hogy hogyan működik a világ, hiszen ők azok, akik irányítják azt. Minden egyes megnyilvánulásuknak két értelme van. Az átlagember nem tudja ezt felfogni, hiszen az átlagember általában egyszerű, majdnem primitív gondolatokat fejez ki, amin szinte nem is fontol meg. Azok, akik ezt a világot irányítják és uralják, egy egész másfajta kommunikációt használnak. Ők értik azt, hogy a nyelv, ugyanúgy, ahogy a jelek, a szimbólumok többféle jelentést hordozhat, és ők ezt kihasználják, ezáltal manipulálva a tömegeket. A jelek kétféle jelentést hordoznak. Az egyik az úgynevezett exoterikus, amit a felszínen jelent a jel, amit mindenki ért, mikor hallja vagy látja azt. A másik az ezoterikus jelentés, ami a felszín alatt megbújik, az, amit csak azok értenek, akik beavatottak vagy rendelkeznek megfelelő tudással, intelligenciával, hogy kódolják, illetve dekódolják az üzenetet. Szeretném, hogyha mindenki megértené és ezentúl így hallgatná azokat, akik úgynevezett közszereplők, különösen a politika és a diplomácia karakterei, hiszen ezek az emberek kettős nyelvezetet használnak, azért, mert ők kommunikálnak az emberek felé, és kommunikálnak egymás felé. Tudják azt, hogy a szavaknak jelentősége van, és a szavak tettekben nyilvánulnak meg a jövőben. Értik azt, hogy fontos, hogyha többször elmondanak bizonyos dolgokat, az emberek meg fogják azt érteni, sőt, el fogják fogadni, amikor az megtörténik. Így működik a propaganda. Ezért készítettem számtalan videót erről, hogy megértsék az emberek azt, hogy ezek az emberek nem csak hogy hazudnak, hanem ezek az emberek állandó jelleggel hazudnak. Minden, amit mondanak, az ellenkezője annak, amit gondolnak, amit történni fog, és amire ők készülődnek már évszázadok óta. Ez egy nagyszerű beszéd, illetve részlet, amit hallani fogtok, és szerintem kiválóan megszerkesztett. Azt kell, hogy mondjam, hogy majdhogy nem lenyűgöző. Ha nem tudnám és érteném azt, hogy mennyi problémát okoz ez a világnak, és mennyi szenvedést, és mennyi embert vezet tévútra, és mennyi embert vezetnek ezek az emberek tévútra. Remélem, hogy érthető az, amit mondani szerettem volna, és hasznosnak fogjátok találni ezt a videót, úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! The peaceful transfer of authority is rare in history. As I began, with a simple oath, we affirm old traditions and make new beginnings. The American story, a story of flawed and fallible people. Many in our country do not know the pain of poverty, but we can listen to those who do. If we permit our economy to drift and decline, the vulnerable will suffer most. We must follow no other course. Every child must be taught these principles. Every citizen must uphold them. Now it is a seed upon the wind, taking root in many nations. In a time of peace, the stakes of our debates appear small. But the stakes for America are never small. The enemies of liberty in our country should make no mistake. Our national courage has been clear in times of depression and war. When defeating common dangers defined our common good, we will confront weapons of mass destruction. We will build our defenses beyond challenge.
lest weakness invite challenge. When we see that wounded traveler on the road to Jericho, we will not pass to the other side. We know the race is not to the swift, nor the battle to the strong. Do you not think an angel rides in the whirlwind and directs this storm? This work continues. The story goes on. And an angel still rides in the whirlwind and directs this storm. God bless you all. And God bless America.